Hallotok? Haló? Hallani? Lehet hallani, srácok? Haló? Minden jó, haló? A Ninnam az nem shitpost csatorna, jó? Oda nagyon jó quality klippeket teszek ki. Kikérem magamnak. Kikérem magamnak, bro. Az lehet, hogy Emeraldból jobb lenne. De most már megvettem a másikat, szóval vegyek egy kardot. Jó halka amúgy a videó. Lett, talán. De még mindig nem vettem meg az upgrade-et a kardra, szóval... Szóval kinda mégis amúgy. Anyád, geci! Aaaaaaah! Hülye idióta gyerek, mit mérgelődik meg ez a játék? 5 éveseknek való, nem is értem, hogy lehet felbaszni magad ilyesmin. Nem tudom ki ez a fasz amúgy. Nagyon úgy viselkedik, mint egy gyerek. Nem értem, hogy létezhetnek ilyen Minecraft youtuberek, akik így ennyire eltúlozzák a reakciójukat. Egyszerűen szörnyű. SMP-n lehet redeemet lenni. Mi? Nem. Az SMP-re? Hát figyelj, nem tudom. Nézd meg, hogy mióta követsz engem. Szerintem az SMP-re esélyed nem lesz, hogy fölgyere. Biztosan fogunk még kiszabni szabályokat, hogy mi alapján jöhetnek fel az emberek, mert az, hogy csak szabok, az nagyon rossz úgy. Tehát itt nem az lesz a lényeg, hogy mennyit fizetnek az emberek, hanem hogy megbecsült community memberek jöjjenek csak fel, akik tényleg hozzá akarnak tenni valamit a közösséghez, és nem csak szétbaszni akarják, vagy ott izé körülöttem ugrálni, hogy úristenem, Aninnal játszok. Nem. Aki ilyen, az ne játszom velem inkább, én azt mondom. Bocsánat. De hogyha ilyen ember van, aki azért akar feljönni, hogy körülöttem ugráljon, az inkább maradjon a Twitch chaten. Vagy nem. Inkább menjen el, nézze a YouTube videókat, meg írkáljon, meg pörgesse a YouTube shortsokat, aztán... Jó az úgy. Én vagyok Colgate. Úgy lehet, hogy én vagyok az. Hát figyelj, láttátok már Colgate-et és Manint egy szobába? Én se. Lehet, hogy most buktam le amúgy. Na, nézzük ezt a szupi videót. A Mobile Fox memberös ember is itt lesz benne, vagy lehet, hogy ez nem az lesz. Ő remélem, hogy nem lesz benne amúgy. Nagyon jó. Láthatok egy 2200 darabból álló tokházat, aminek a tervez... Igen, megint, ezt imádom. Doktor hangmérnök vagyok. Itt vannak ilyen random gyerekesek is, tehát itt Twitch-es is van. Ez mi? Valakinek a kisbabáját felhasználták erre, hogy építsenek a tokból, meg valakinek a Twitch-e is rajta van. Így random többet gyártottak le valamiből, vagy amit nem vettek át, visszamondott rendelésekből van. Damn, az kemény, így, hát figyelj, ezt a kisbabát most egy kicsit sajnálom, de visszamondták a rendelést, bazd meg, ennyit ér a gyereked, haver. Legközelebb fizest ki, hogyha gyerekedről akarsz csinálni mobiltokot. Így gondolkodott, hogy milyen jó lenne, hogyha a telefonomra ránézek, mindig látnám a gyereket. Csináltatok egy ilyen tokot, és utána eszébe jutott, hogy be lehet állítani háttérképnek is, és lemondta a rendelést, geci. Ez lehet a probléma. De amúgy több is, tehát itt is van egy, az olyan fura nekem. Kizik egy Twitch-ét írja rá a telefontokjára, amúgy kajak! Nem tudjuk ezt így kiszedni valahogyan? Megnézni a Twitch fiókját? Magattunk láthatok. Ultimate Giga Doxer vagyok, ezt figyeld, várjál. Na. Most figyelj. Ott van egy manuales is, nem? Az idegen. Az manuales, nem? Várjátok. Ti ezt el tudjátok olvasni? Erika? Az Erika megvan. Cheeky Erika? Ez biztos, hogy Twitch? Ő akar csináltatni. Mi? Hallod? Ez nem is magyar. 53 000 követője van. Ez ilyen izé. Cseh. Hát igen. Román. Nem román. Ez szerintem cseh. Hát akkor ez már nagyon nemzetközi vizekre van nevezve amúgy ez a Mobile Fox. Ezt mondjuk tudtam is, de most már megbizonyosodtunk róla, hogy Szlovákiában is lemondják a rendeléseket amúgy. Én Mobile Fox member vagyok, haver, add az iPhone-t. De igazából nem tokokból épül a ház, mert van alatta egy faszerkezet. Szóval ez igazából szerintem így átverés ebben a formában. Hoppá. Na, sziasztok srácok, második nap győz. Csá, Mr. Beast. Már alig vártam, hogy ripacskodjunk. Az a baj, most ez még nagyon hangos, de nem baj. Hangmérnök. Hangmérnök. Épült a helyszínen a tokház, és most megyünk, és megnézzük. Ah, igen, ó, kiszakad a dobhártyám, de nem baj. Volt ez, nem? Hát ott is... a Rich, aki a hajléktalannak boldoggá tette a napját, emlékeztek? Itt van ő az. Well look man, my name is Greatness, and I'm gonna bless you today,
Today your lucky day. Jövő hét csütörtökig csak eső. Úgyhogy ez nagyon jó, figyelj! Ez... Egy hónap alatt 2000 megtekintés. Ja igen, amúgy ez nem is új videó. Ez már rég ment, ezt csak bedobta nekem. Mobilfox engedély nélkül levideózott és kirakták a TikTokra, reklámként használva azt, ahogyan a páromat zaklatják. Nem jó marketing. Köcsög! Jelens föl őket, ipse! Felháborító, azt nem írtam oda. Ez általában így van. Oda megy az emberekhez, és akkor Hello, the Mobilfox member! És ki baszogatja őket, de olyan embereket, akik vagy öregek, vagy nem is tudnak magyarul, bazd meg. Szóval így, holy bro, öregeket mi a geciért kell baszogatni? Ez engem nagyon fölkúr, de mindegy, nem majd nyomjuk. Jó a marketing, jó a marketing. Látták, hogy külföldön menők azok a videók, ahol az utca emberét leszódítják ilyen fasságokkal, és úgy gondolták, hogy behozzák Magyarországra is, csak ötször rosszabbul. És sikerült nekik. Pontosan úgy, ahogy tervezték. Tesó, nagyon komolyak a tagok, amikor raktuk össze a házat, nem tudtuk átfúrni, viszont van egy kis gond velük. Na. Kint aludtunk tegnap a házba és szigetelni, baszott szarul szigetelni. De komolyan? Tényleg kint aludtunk. Aha, figyelj, rommá fagytunk, 4 fok volt éjjel, de bent hagytuk az ágyat, úgyhogy ki tudod te is próbálni. Jó volt a hálózsák legalább. Figyelj, a hálózsák, az a baj, hogy ilyen pontolat vettem, ami csak 20 fokig jó, úgyhogy így... Nem tudom, hogy így látod a lábtörlőt, arra majd légy, figyeljünk, hogy csak memberek. Lehet, hogy több réteg kellett volna ezekből, nem? A sok tokból, és akkor úgy lehet, hogy szigetelne. Úgy eléggé nem szigetel, hogyha lyukas mindenhol és benne a levegő. Ez true. Előzött mind, azt itt látjátok az... Ha meg kell tokokból ablakot csinálni. Ja. De figyelj, még kilátás is van, ahol ilyen nút tokok vannak. Amúgy körbe raktunk fel ilyen kis karácsonyfaéget, hogy amúgy jó flash volt. Meg friss levegő az volt, mert átfúj rajta kicsit a szél. Akkor egészséges volt. Ja, jó volt amúgy. Abszolút. De jó komoly. Nagyon komoly, főleg délbe, mert akkor a fenti tapok meg így nevetítik ezt a... Ez nem jó marketing. Hát ez nem. Azt hittem, hogy legalább olyan lesz, hogy tényleg itt felhasználnak egy 1 millió tokot, érted? És így összenyomják őket, és műanyagból csinálnak egy házat lényegében. Az sokkal jobb lett volna. Vagy hogyha mondjuk, nem tudom, nem tudom, csináljanak mást. Egyék meg, ehetőek ezek a tokok? Milyen ízük van? Erről még nincs videó szerintem, én ezt inkább megnézném mondjuk egy hirdetésbe. Várjam. Hú, hallod? Ez rosszabb. Szereted a keserűt? Ezt nem! Kóstold meg, tesó! Nem volt rossz ajándék, úgyhogy kösz szépen! Megtartom szerintem! Na srácok, azt fogjuk csinálni, hogy amíg itt ülök az erkélyen, addig nyomunk egy drop tesztet a ház fölött, úgyhogy motorra átugratnak. Jó! És semmi baja! Meg... Wow! Gyors drop test! Láttátok? Semmi baj a telefonnak. Meg lett! Ennyi! Kurva nagy! De ez tényleg mennyire indokolatlan, de komolyan? De én nem tudom, hogy a Mobilfox tok, ami ugyanúgy műanyagból meg gumiból van, az miben más, mint az a tok, amit megveszek mondjuk Amazonról. Úgy, tehát így... Mi más? Vagy nem igaz... De szerintem igazi telefon használnak. Én azt nem hiszem, hogy nem igazi telefont használnának. Van rajta bumper. Jaj, a sarkain van vastagabb izé? Nem tudom. Igen, igen, ez real volt. XXX Kristen írta, hogy engem is egyszer megkérdeztek, hogy member vagyok-e, megmutattam meg minden, aztán felajánlott egy iPhone-t, amint kinyomták a kamerát, visszakérték. Ezt amúgy Redditen olvastad? Vagy ezt most így mikor találtad ki? Mert ezt amúgy így nem hiszük el, hogy csak így bemondod, így bemondásra. Hát, ha már akkor elhiszem, most, hogy írtad, hogy real, így teljesen hihető nekem fotót. De miről? Arról, amit mondanak, arra nem lehet fotót. Benne vagy a videóban, Christian, most mindjárt keres egy videót, és mondja, igen, ez én vagyok, és elküld egy random videót. Aha, na, mutasd! Elvileg fenn van. Hát, az meg az elvileg az nem segít sokat. Na mindegy. Osztálytársamtól is megkérdezték, megmutatta, lelőtték a felvételt, és elvették tőle a telót. A faszt, tuti nem. Résen kell lenni, hallod? Ha ilyen van, csak nem, ennyire átkúrnák az ember. De hát akkor meg, hogy miért lenne fönn a videó róla, érted? Ezt nem tudom. Szerintem ez kam.
van elég pénzük ahhoz, hogy osztogassák a telókat a marketing miatt. Bár sokkal több pénzt meg tudnak spórolni, hogyha nem osztogatják a telefonokat a marketing miatt. Hát erről hogy csinálsz proofot, hogy megállítottak az utcán, erre nem vagy felkészülve, hogy most menjen egy hangfelvétel, vagy a rák tudja. Sokan írták kommentbe, hogy az ismerősük member volt, de elvették. Figyelj, TikTokon bárki ír valamit kommentbe, utána azt a kommentet leírják még hárman máshol. Tehát egy hülye megy a sok után. Most én, hogyha beírom, hogy leírom ugyanezt, az emberek majd azt fogják mondani, ó, hát ezzel sok lájkot lehet szerezni, hogyha beírom ezt kommentbe, akkor beírom én is. És ennyi. Ennyi van mögötte. Semmi gondolkodás, meg semmi ilyesmi. Ennyi iPhone nem tudnak ajándékozni, nem lesz profit. Hát de mennyit ajándékoztak eddig? Olyan sokat, hogy izé erre most így rámenjünk, hogy most úristen, ezt tudti, hogy kam. Hát minden egyes ilyen mobilfoxos videóban meg kéne nézni az embereket, és megkeresni őket Facebookon, és megkérdezni tőlük, hogy megvan az iPhone? Megkaptad? Hány ember néz? 435. Figyelj, szerintem 435 emberrel ezt el tudjuk kezdeni, és tuti lesz olyan, aki ismeri. Azt, aki ott van. Próbáljuk ki. Na, egy öreg nénit. Hányért tetszik lenni? 94. Hát akkor én egy évvel idősebb vagyok. Jaj! Azért nem, de nem kell dobálózni a számokkal, de ez egy nagyon jaj, szép kor. Még egyelőre főtök is, meg vásárolok is. Hústeves megy? Akkor a vendége vagyok, csak mondom. Meg az enyém. Kapsz egy AirPodsot, ha betalálsz a telóval a palánkba. 3, 2, 1, mehet, bum! De közel volt, basszus! Ezt a céget nem lehet megbuktatni, már látom előre. Semmi baj a gyerekek. Bum! Nincs baj, rád van. Na. Gratulálok, tiéd az AirPods! Övé az AirPods. Felismeri valaki ezt a srácot? Övé az AirPods. Osztálytársad volt. Igen, mi a neve? Írd le privátban. Ez én vagyok, és visszakérték. Fogd már be! Ez nem te vagy. Minden hülye gyerek itt van bazeg a csetet, és beírják, hogy ez apukám, ez az osztálytársam, ez a kutyám haverja. Hagyjál már, ember! Anyátokat, geci. Nem lehet veletek ezt csinálni. Na de a srác, aki azt hitte, hogy az osztálytársa volt, azt tudja, hogy nem kamuzott amúgy. Milyen Bálint? Masztúr Bálint! Elnézést maga, mobilfox member. Oda vagy a legrandomabb emberhez vágod. Mi ez, hogy mobilfox? Mobilfox member. Regisztrálta a mobilfox weboldalán. P-mobilus vagyok. P-mobil az egy zenekar? Nem. De még te nem is volt. Ó, hogy ne lettem volna? 70 esztendős vagyok, barátom. Hát ezt én 69. Jó szám! Kapsz egy iPhone 14-et, ha mobilfox member vagy. Elnézést maga, mobilfox member. Nem. Elnézést maga, mobilfox member. Tessék? Elnézést maga, mobilfox member. Nem. Bocsi, te mobilfox member vagy? Tudjátok, hogy mi a legszomorúbb ebbe az egészbe? A legszomorúbb ebbe az egészbe. Figyelj, olvasd az első kommentet. Az első nagypapám, szívecske. Még örül is neki, hogy a nagypapáját baszogatja valami random idióta. Aztán, hogyha a nagypapád meg szívromot kapott volna, azt összeesett volna a West Endbe, akkor meg izé, már menne a feljelentés a mobilfoxos embernek, hogy mit érzgeti a random embereket, nem? Hagyjuk már, de az is hát, hogy ez is kamuzik, ugye, mert TikTokon a komment szekció az olyan, hogy beírom, hogy én vagyok az az ember ott a háttérben, és akkor írják, hogy ha, de vicces volt, hogy beraktad a fülhallgatódat. Fú, geci. Legidiótább agyhalott emberek gyülekezete. Izsákra gyere itt mindenki mobilfox member. Dénes Fortnite. Ismerős volt. Hogy is kell megnézni egyébként? Igen. Nézzük meg. Gyerekek! Boom! Sakalaka! Ott az iPhone 14-es. Damn boy. Amúgy ez a póló, ez nagyon, nagyon vad. Ez ilyen epikus Windows 7 háttérkép type póló. Itt nyertél, mi? Srácok, látjátok, ezért éri meg mobilfox membernek lenni. Regisztráljátok az oldalon, legyetek meg mobilfox membernek, közelebb hova menjek, és ott Tomikáim én félek mondja, ezektől. Valaki meg van jelölve a leírásban. Igen, ez a mobilfoxos gyerek van megjelölve a leírásban, a saját csatornája. Ilyen vicces dolgokat csinált, nézd. Elnézést, az enyém. Az enyém. Tessék? Ez az enyém, ez a kosár. Kicsit nagyot hallok. Na, a kosár az enyém. De miért? Hát, hogy... Én hoztam ide. Jaj, neki ez a specialitása már a mobilfoxos dolgok előtt is öreg embereket basztatott. Szóval, szóval ez a prank. Amit megeszek, az az enyém. Ez a pranknek a lényege, úgy látom. Hogy a prank az abban merül ki, hogy olyan embereket baszolgatunk, akik nem is a mikor osztályunk, teljesen más világban nevelkedtek föl, és nem is vágják ezt az egészet, és konkrétan csak baszogatjuk őket a semmiért. Nem tudom, remélem a végén megvásárolja neki ezt a sok dolgot. De összezavarodtam, előről kell kezdenem a vásárlást. Hát ez az mindenik, ez az én kosarom. De... Én hoztam ide. Én nem beszállj már meg. Szegény bácsi. De uram, akkor cseréljük el. Nem cseréljük neki pontos... semmit sem. Hát de ne dobálja már az árut. Én hoztam. Hát de uram. Én hoztam ide a kosarat. Na,
Hát de összezavarodtam, előről akarom kezdeni a vásárlást. Most akkor hidd el, vissza a helyére, és akkor kapunk. Jó. Elírultam, hogy akkor... Bocsánat, akkor elnézést. Konkrétan csak baszolgatja az öregeket, zseniális. Ennek a videónak semmi értelme nem volt, és ez valakinek vicces, vágod? Valakinek vicces, egy csóró öregember baszolgatják, geci. Uram, atyám. És később, most már kifizeti, mert MobileFox member lett, eddig nem is fizette ki őket. Bokorprank is, vagy megijeszti az embereket. Bocsi, haragudj! Kurva ég! De haragudj! De Lici, ne menj el! Ne menj el! Ne el! Csak mikrofon. Anyát keresem! Csak anyukámat keresem! Hát, vicci volt. Mennyi ideig várt erre a futóra? Remélem órákig ott ült. Szia, ne haragudj! Mi a faszom? Nem láttad a társamat? Szia, nem láttad a társamat? Ha? Itt elszoftozunk, aztán elvesztettem. Ez még annyira nem is gáz amúgy. Tehát ez még úgy okés. Ez ilyen, tényleg, ez... Az, hogy így be van öltözve, meg minden, ebben van effort, meg látom, hogy nem csak így baszogatva vannak az emberek, hanem talán így van benne valami kis érték. Ez még úgy lehet, hogy valakinek vicces is. Egyben. Még ezt nem nem láttam. Jó, elnézést. Azt hittem. De akkor biztos nem, mert itt bújkál valahol, de már egy másfél órája itt. Hát az igazság nem is néztem. Elbújtam ebbe a jelmezbe, aztán itt nagyon meleg van. Jó. Hát elnézést. Semmi baj. Jó futást. Oké. Jó futást, öreg. Nyomod fasz. It's a prank, bro. Úristen. Na mindegy, ezek még annyira nem is gázok. Azt, hogy öregeket basztatnak csak így a boltban random, amikor így próbálják csinálni a kis tevékenységeket, vágod, így is fáj mindenük, így csoszognak a boltba, bazd meg, 1 km/h, és akkor jön ez az ember, hátba veregeti őket, és akkor mondjuk, de MobileFox member vagy? Ó, Istenem, bazd meg. Ez a debilségnek a legalja, tényleg. Lefejeztem a lovadat, és odaraktam az ágyadra, mire hazaértél a munkából, de poén volt. Leégeti a céget. Poén volt, leégeti a céget, nem égeti le a céget, mert nézd meg, hogy tetszik az embereknek. 10 millió ember lájkolta, és majdnem 1 millió követőjük van. Kettő kicsen. Megyek vező. Nem kell. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.